Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Múzsát látják, a Kalocsai Televízió kulturális magazinját. Stúdiónk vendége Tamás László, nyugalmazott könyvtár igazgató. Üdvözlöm, igazgató úr! Én is köszöntöm a kedves nézőket és a Kalocsa TV munkatársait. Igazgató úr nemrégiben betöltötte a 70. életévét, Isten éltessen, így utólag is. Hogyan zajlott az ünnepség? Családon belül, volt munkatársakkal? Igen, két része bontanám, volt egy szűk családi ünnepség, én azt mondom, egy közös ebéd, nagyon kellemes hangulatban, és ezt követte egy ajándékműsor itt a házban, a kamarateremben, egy olyan program, ami úgy gondolom, hogy jól reprezentálta a korábbi életemet, amit a kulturális területen betöltöttem, kiváló előadókkal, Buda Ferenc költő, Kossuth díj, hadd nem mondjam a többi címet, Ádám fia, Lakatos György, Kecskeméti Endre, Dajko Ágnes és az őket kísérő zenészek egy remek órát nyújtottak, utána pedig a szokásos vendéglátással folytatódott. Bensőséges volt, fölemelő, nagyon kellemes volt. Meglepetés volt? Volt benne meglepetés is, igen. Nyilvánvaló sok mindenről tudtam, összehangoltuk a programot. Ez volt a szívem vágya, hogy nem egy ilyen helye-húja-haj, hanem valóban valamit adni. Tehát ami az ember természetéből fakad, hogy szolgálni az embereket ilyen módon is. Azt gondoltam, jó apropó arra, itt a nyár kellős közepén, végén, 40 fokban, hogyan lehetne fölüzíteni a közönséget, az olvasókat, az érdeklődőket, rokonokat és mindenkit. Milyen érzés, hogy ilyen sok művész barátja van az embernek? Milyen érzés? Ezt nem lehet kifejezni pénzzel, nem lehet kifejezni egykönnyen szavakkal sem, ugyan körbe lehet írni. Ez egy rendkívül kellemes belső, egy hangáltal megfogalmazott életérzés, hogy nem dolgoztál hiába, egyfajta kötődés ahhoz a múlthoz, pályához, amit az ember leírt az elmúlt 30-40-50 évben, amióta pályán van. Például Feri bácsit, Buda Ferencet, aki 90 környékén kutyagol már, őt 20 éves korom óta ismerem. Tehát akkor nagyon fekete volt a szakálla, és nagyon délceg fiatalként, már akkor megcsodáltam az ő költészetét, és időnként föl-föl bukkantunk egymás számára. Hétköznapokban még most is jelen van ennyire a művészet, a művelődés, a könyvek világa, mint korábban? Természetesen. Úgy gondolom, hogy művészetek nélkül, vagy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Könyvolvasó interjú alanyaimtól mindig meg szoktam kérdezni, hogy milyen könyv van most az éjjeli szekrényén? Milyen könyv van? Itt most két könyv is van, és összecseng azzal a dologgal, hogy hogyan, miként zajlott a születésnapi ünneplés. Az egyik könyvet, egy hatalmasnak képes albumot kell elképzelni, Gorka Géza kerámiái, a másik könyv, ezt a fiamtól kapta, a másik pedig a Zsolnai gyűjtemény, a Zsolnai negyedben kiállított gyugyaféle Amerikából hazahozott anyag reprezentatív kiállítása. Mind a két művész izgalomban tart, ha van rá mód, egy-egy darabjával bővítem a gyűjteményt. Tehát úgy fején találták a szöget, hogy mi az, ami engem érdekel. Érdekel könyvformátban lapozgatni, összevetni a meglévő műtárgyakkal, illetve utána találkozni a kiállításon. Egyáltalán ott van a homloktérben mindenképpen a képzőművészet, vagy éppenséggel a kerámia. 70 éves korában az ember számot vett, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 50 évben, az elmúlt 60 évben mi történt vele gyerekkorától kezdve? Természetesen úgy gondolom, hogy az ember ilyenkor mérleget készít, összegez, de ez már korábban megtörtént, amikor
rá voltam arra kényszerítve, hogy ágynak dőljek, és hát kérdezik, hogy hogy vagy, akkor erre azt mondom, hogy hát nézd, koromhoz képest egészen jól, lépcsőn jöttem most föl, kisebb zománc hibák már előfordulnak ebben a korban, mind a két futóművet kicserélték, és hát tudok már kutyagolni, tehát nem kell mindenképpen mozgó lépcső vagy liftet használni. Most is a lépcső jöttem föl kellő ütemben, hogy pontosan félre itt legyek a stúdióban. A lift az messzebb van, ez pedig úgy kéznél volt a lépcsőzés. Igazgató úr, kérem, meséljen egy kicsit a családjáról, a szüleiről, hogy mit adtak ön számára gyerekként, hogy ebben az irányba folytatódott az élete a művelődés felé? Igen. Úgy gondolom, nagyon szerencsés voltam gyerekként, egy falusi környezet vett körül, közel a természethez, Géderlakon zajlott. Én még jártam tarlón is annak idején, és nem sietette a talpamat. Ma már kevésbé hiszem, hogy a gyerekeket rá lehet arra bírni, hogy tarlón járjon. Nem volt lúdtap, nem volt semmi. Nyáron eljött a szünidő, ugyan már besöngettek a sportcipő, csodás sportcipő, tornacipő, vagy dorconak neveztük, az orrát kivágták, és az a nyári viselet, plusz a klotgatya, és hát ha humorosan szabad fogalmazni, hát kellemes emlékeim vannak az úgymond portba fingó korszakból, de az ember szabad volt, nem volt bezárva, nem a négy fal között. A szülő tudta, hogy jó helyen van a gyereke. A másik szülő, a szomszéd odafigyelt, és hogyha nem volt megfelelő viselkedése, túllépett a határon, akkor gyorsan fenyítéssel is lezárta azt a folyamatot, és nem kellett estig várni, hogy az embert rendre utasítsák, mert a gyerek akkor is gyerek volt, épp olyan csintalan, mint most, vagy talán még inkább, legfeljebb agyafúrtabb, meg jobban megtalálta a helyét, el lehetett bújni a kunyhóba, vagy éppenséggel teknőben evickélni a vízben. Tehát nagyon-nagyon kellemes. A természet közelség, tehát azok a látványok, azok a zivatarok, villámlások, felhőszakadás, minden, mivel falon minden közelebb van a természethez, vagy télen hallottuk a szél zúgását, mondhatnám azt, hogy a falu szélén laktunk, tehát minden szempontból egy szerves kapcsolat volt a világgal. Ahogy hadd idézzem Tóth Menyhértet, aki Menyhért bácsi azért is különleges és nagy művész, hogy ő teljes harmóniában volt a természettel. Tehát az ember az nem önmagában, nem mint egy kiemelkedő, felsőbbrendű lény, hanem része a természetnek. Tehát ugyanúgy benne volt abban a világban. A szülői otthonban helyet kaptak könyvek? Ez a 60-as évek, tehát azért kicsit néhány könyv. De az iskola az mindenképpen inspiráló volt, és ha azt mondta a tanár, hogy erre szüksége van a gyereknek, akkor abban a szűkös anyagi világban is előteremtették mindazt, amire föltétlenül szükség volt. No, meg hát persze, akkor is működött könyvtár. Tehát a kényszer időnként előnyt is jelent, tehát nem arra várni, mindent vegyen meg, minden készen tálaljon a szülő, hanem kölcsön. Ahogy most is van kölcsön könyvtár, aminél elbűvölőbb helyen nincsen. Ezt úgy fogalmaztam valamikor, a könyvtár, ez a dózsás korszakra nyúlik vissza, amikor kérdezték, hogy mi is maga a könyvtár, a gyerekek, vagy éppen az interjú alanyként az interjút készítő, mit jelent? Én azt mondtam, hogy könyvtár egyenlő a tudás templomával. A családi légkör, a kisfalusi élet, az segítette ahhoz, hogy a későbbiekben, 30-40 év múlva a népi művészettel foglalkozzon közelebbről esetleg, hogy könyvet is írt belőle az utókor számára? Ez nem volt tudatos. Tehát ez úgy jött, az ember sodródott. Ez a sodródás nem a legjobb kifejezés. Úgy az ember megérezte, hogy tud itt is szolgálni. Tehát
a könyvek témája javarészt a népművészettel kapcsolatos. Nem volt tudatos. Ugyan beleszülettem, és sok mindent láttam, tehát sok mindent megtanultam, de szervesen nem épült be. Inkább későbbiekben, amikor váltottam, és újságírói pályán is működtem, ez az újságírói pálya az írásos forma, talán a legizgalmasabb dolog, mert az maradandó, és az nem száll el az éterben. Akkor jó párszor volt olyan interjú alany, olyan portré készült, mint most picit talán a mostani beszélgetés, azt célozza egy szűkebb témakörben. Akkor megismertem Cár János Fafaragó népjátékkészítőt, Jani bácsit, akit 40-50 éven keresztül szintén nyomon követtem az ő munkásságát, készült róla írás. Vagy a legelső könyv Gubányi Nék Reksa Erzsébet naív festő Bözsényének az életét foglalta keretbe, megjelent egy könyv, sőt két kiadásban. Megjelent az írás, egy hosszabb írás a Forrás című folyóiratban. Tulajdonképpen volt már egy anyag, amit kicsit kibővítve a mai kornak megfelelően kellett úgymond összeállítani, gatyába rázni, hogy megfeleljen a elvárásnak. És azzal is számoltam, hogy ma a mai ember jóval kevesebb betűt szeret, illetve adta magát a téma is, hogy nagyon sok kép szerepel benne a műalkotásokról. Azt is szoktam mondani, hogy biográfia és képes album, mert jobban lehet reprezentálni a népművészetet, vagy éppen a Kovács Lászlóféle fazekas munkákat, mint szöveges formában. Tehát valahogy ez később alakult ki. Igazgató úr, munkássága alatt számtalan díjat kapott. Melyre a legbüszkébb? Tűha. Úgy gondolom, hogy mindig a legkisebb gyerek az, akit legjobban szeret a szülő, és hát picit talán meg is lepett, hogy jó pár év óta visszavonultam az aktív közélettől. Ez volt a Fényi Gyula díj. Pontosan azért a laudációban úgy fogalmazták meg, hogy a könyvek megjelentetéséért, a népművészeti értékek ápolásáért, továbbadásáért érdemeltem ki. Persze ez hozzákapcsolódott még az egyéb más teendő, amit fölvállaltam. Így kezdetektől a Kalocsa Népművészetet Alapítvány elnöke vagyok, és hát szintén talán itt a laudációban szerepel, hogy egyfajta missziónak tekintettem a főállás mellett, amit én mindig szerettem, és hát a régiek, földiek áldását is élvezhettem azzal, hogy mindig azt csináltam, hogy ez kedvem volt, vagy ami megszólított. Tehát nem a kényszer hajtott, hanem jött egy újabb lehetőség, akkor felszállni arra vonatra, vagy beszállni abba a hajóra, jó a széljárás. Többen elcsodálkoztak, és különböző jelzve, illetve amikor utolsó 5-6 évben az öregségi nyugdíj, ezt a nyugdíj szót nem szeretem egyébként, de most ezen ne vacakoljunk, mert a mai világban egy kicsit pejoratív értelme is van, a világ a fiatalság, bolondság, felületességgel is asszociálódik az idősebb ember számára, persze ez nem egészen így van, csak sarkítva. Tehát ez a talán a legfrissebb, amikor az ember kap egy újabb elismerést. Ez lehet, hogy szokatlan ennyi év után, de úgy látszik, hogy a könyv az örök. Van, aki úgy fogalmaz, hogy a könyv, ha a könyvet írsz, akkor az örökké valóság jegyében történik. Tehát nem egyszeri alkalom, hanem van nyoma. Na most én, mint könyvtáros, egy harmad részt, vagy nem tudom, hogy hanyad részt, mert több részből tevődik össze az én személyiségem, vagy az én eddigi pályám, tehát ugyanúgy érzem azt, hogy én népművelő, vagy közlekedési szakember vagyok, egy picit talán újságíró is, meg egy picit talán tanár is, tehát ezekből összegyúrva. Tehát együtt van minden, azt hiszem, ebben a díjban. A 21. század legnagyobb problémája, én úgy látom, mint pedagógusként is, hogy a gyerekek
már amikor nincsenek rákényszerítve, már nincsenek kötelező olvasmányok, nem vesznek a kezükbe könyvet, vagy nagyon ritka az a gyermek, aki könyvet vesz a kezébe, inkább kinyitja a tablettet, és elkezd szörfőzni az internet világába. Milyen varást tud adni egy könyv? Mitől más, mint az internet? Igen, nagyon sok csatát vívtam, amikor a Dózsa szakközében könyvtáros tanár szervező státuszban működtem, hogy hát ott van a videó, ez a 90-es évek második fele, ott van különböző vizuális lehetőség, sokkal látványosabb egy film mondjuk. Hát egy csomó ember úgy gondolja, hogy hát egészen más az Egri csillagok film formájában és más regényben. Hogy többet nyújt a film, mint a regény. No hát itt a vélemények megoszlanak. Én azt mondtam annak idején, hogy nézd, nyilvánvaló, hogy látványos, talán könnyebben befogadható, az olvasás az nem adja ingyen magát, azért meg kell dolgozni, no de ott te vagy a főszereplő, vagy te vagy a Pál utcai fiúkat vesszük elő, mint egykor kötelező olvasmányt, és nem biztos, hogy elolvasták. Lehetsz nemes a kernő. Tehát egy csomó olyan dolgot, belebújsz a bőrébe. A rendező megrendez, az ő látása, az ő elképzelése szerint. Na de az ember olvas, akkor vissza tud lapozni, meg tud állni. Tehát egy mélyebb, egy szervesebb, másfajta találkozása a művel, másfajta kapcsolódás. Mélyebb, azt hiszem. Ma, ha valaki néz 1-2-3-10 filmet, vagy nem tudom milyen vizuális macsadékot, hát ez hónap után már hol van. No, de amikor megküzdöttünk nyáron, vagy télen, téli szünetben a kötelező olvasmánnyal, olvasónaplóval, akkor prüszköltünk nyilvánvaló. No, de úgy utólag már, vagy meg kell tanulni verseket. A memoriter nagyon fontos volt. Én ma is abból táplálkozom, amit általános iskolában a magyar tanár belénk vert. Tehát a szószoros értelme. Nem volt túlzottan kellemes az a módszer, vagy később, amit tanultam Gróf József kalocsai költőtől, magyar tanáromtól, amit a később barátként, hadd mondjam, Jóskaként tudtunk egymásnak nyújtani. Ő azt, hogy megszeretette a modern 20. századi költészetet, én pedig azt később, hogy a verses kötetének én voltam a szerkesztő menedzsere. Ha lehetőség lenne, ismét ezt a pályát választaná? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen. Az emberek miután visszavonulnak, akkor arról is beszélnek, hogy mi lett volna, ha az anyósomnak kereke lett volna, akkor lett volna Kalocsán a villamos. Hát mi lett volna, ha ez teljesen okafogyott. Tehát az idő az nem vár, az idő, az élet az pörög. Tehát nincsen főpróba, meg most akkor visszamegyünk, akkor előre, hanem benne vagyunk az élet sodrásában. Tehát ha egy mondattal kéne fogalmazni, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát egy izgalmas pálya van mögöttem, nagyon sok minden dolgot megtapasztaltam, élveztem az életnek a szépségét, és amit még különösképpen talán kiemelhetek azt, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, művésszel, művészi alkotással, munkatárssal, diákkal, felnőttel, akinek tudtam valamit nyújtani. Én azt hiszem, hogy ha egy mondattal, vagy egy szóval, egy fogalommal kéne elmondani, hogy minek is tartom magam, de mégis ezt célozta a kérdés, akkor én azt mondom, hogy egy kultúra közvetítő reléként működtem. Tehát akár falusi népjelőként később, itt a házban, a Művelődési Központ munkatársaként, vagy még később a Helyiség Klub igazgatójaként, utána mi is volt, ugye utána jött a Dózsa szakközép, és a legvégén pedig a Tomori Pál könyvtár. Tehát
valahol mindig ez volt, azt hiszem, a szerepem, hogy valahol egy ilyen köztes. És azt hiszem, hogy ezt a könyvek is azt reprezentálják, hogy itt nem egy monográfiáról van szó, nagyon jó a monográfia, de nem biztos, hogy széles kört elér. Itt pedig az emberek bellapoznak, effektus. És hát megtapasztaltam az egyik pesti művész ismerősnél, amikor is átadtam neki egy dedikált példányt, akinél mellesleg egy kiadónak a főigazgatója volt, és átadta ennek az úrnak, aki sok könyvet látott, és akkor lapozgat. Hát ez nagyon szép. Hát az ember dagadt, tehát az ember egója picikét idősödő korban is egészen más állapotban, mint amikor valaki visszavonul, vagy visszavonulás előtt már nyögés, mindenféle bajokról beszél. Sok minden történt az elmúlt egy évben, de a múlt az hamu. Tehát úgy gondolom, hogy mában kell érni, és jövő felé kell tekinteni. És ha még belefér itt a beszélgetésbe, akkor hadd idézzek, és ezt a fiatal szülők figyelmébe ajánlom, vagy a fiataloknak, meg idősebbeknek is, amit Albert Einstein mondott egy helyütt, ezt olvasom, mert nem maradt meg a fejemben, tehát azért nehezebben tanulok, mint korábban, de ez intőjel, és részben válasz a korábbi kérdésekre. Így fogalmaz Einstein, félek attól a naptól, amikor a technológia fontosabb lesz, mint a személyes kapcsolattartás. A világon lesz egy generáció idióta. Elég sommás dolog, eléggé kemény, kopogós. Na, de hát Einstein mondta, és nem tegnap mondta, nem itt a digitális, online világ ismeretében, hanem ahogy a jó költő, az a jövőbe lát. A kiváló tudós szintén kifürkészi az időnek a rejtelmeiből, hogy mi az, ami van, mi az, ami jön. Tehát azért ezt be kell kalkulálni mindenképpen. Tehát a könyv, meg úgymond a hagyományos eszközök, a kettő egymást nem zárja ki, azok egymással békésen megférnek. Csak itt az arányok, meg a szülők példája. Most ha bort iszunk és vizet prédikálunk, így nem működik a világ, tehát nekünk kell példát mutatni. Úgy lehet jól nevelni, hogy látja a gyerek a példát, látja a fiatal a példát, nem az, hogy ez az ige a szószéken vagy a katedrán, hanem a kettő ez pontosan passzol, mert lemásolódnak a dolgok. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. További jó egészséget és aktív éveket kívánok. Bizonyára így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!